Képviselőtestületi ülést tartottak Tolnán. Appelszoffer Ágnes polgármester elmondta, az egyik legjelentősebb napirendi pontot fogadta el a városvezetés, a TOP Plus városfejlesztési programtervet. Ennek keretében a településen közel 4,5 milliárd forintból valósulnak meg fejlesztések az elkövetkezendő időszakban. Dunapart további fejlesztése, városközpont rehabilitáció, ami ugyan, ahol jelen pillanatban vagyunk a Városházán. Ugye jó néhány évvel ezelőtt itt is volt egy városrehabilitáció, de most gyakorlatilag a buszmegálló környékén és az 51-12-es út, tehát egész Mözsig szeretnénk a buszmegállókat és azok környékét felújítani, valamint a Szent István teret. A program további eleme a csapadékvíz elvezetésének megoldása. A városvezetés határozott arról is, hogy helyi vállalkozók kérésére felújít egy iparterületi utat. A jövőbeni bölcsődével kapcsolatban pedig két döntés született. Az egyik, hogy önálló intézményként fog működni. Két alternatíva volt, vagy az óvodához kapcsoló intézmény, vagy tagintézmény, intézményként fog működni a bölcsőde, de azt gondoltuk, hogy csupán anyagi oka nem lehet annak, hogy külön működjön. Szakmailag sokkal jobban indokolt az, hogy önálló intézmény legyen. A polgármester hozzátette, hogy a jelentős építőanyag hiány miatt a bölcsődét építő kivitelezővel meghosszabbították a szerződést, így a létesítménynek legkésőbb október végéig kell elkészülnie.